Na hát, szervusztok, kedves barátaim! Hát megint örömhíreim vannak. Ugye kijöttünk Szobról, a Köztársaság utca végéből, ott látszik a torony, ott van az utca vége, és ugye itt fog jönni a kerékpárút, mert előbb az Ipolyon hajózva azt láttam, mintha valamilyen munkátok kezdettek volna. És hogyha megnézitek, tényleg, itt elkezdődött a Szob felőli építkezés is, tehát már ritkítják a bokrokat, úgyhogy elmegyünk és megnézzük, hogy miről is van szó. Az első és negatív tapasztalatom az, hogy itt nagyon durva írtásba kezdtek bele. Nem gondolom, hogy a kerékpárútnak a létesítéséhez, egy sávnak a lehúzásához így szét kelljen kulminálni a természetet. Úgyhogy ez nagyon nem kóser. Mind a két oldalon itt ez a gyönyörű, ez egy ilyen árnyat adó út lett, pont az lett volna neki a varázsa, hogy egy árnyat adó út, és erre fogják, és szétcseszik. Most ez a fa például mennyire volt útban a kerékpárútnak? Mennyire? Amikor itt szépen magasodott, és semmi probléma, semmit nem... Itt nagyon brutális dolgok vannak, és nem hiszem el, hogy ezt így kell csinálni. Ezt így kell csinálni, így kell szétcseszni. Tehát itt nem az, hogy átmentünk a pozitív irányba, és tényleg a kerékpáros dolgokat fejleszteni, hanem mintha legalábbis ez stráda épülne itt az úton. Nézzétek meg! Ilyen fákat ki kellett vágni. Nem hiszem el, hogy ki kellett vágni. Az úttól 4 méterre. Remélem, jól érezték magukat. Egyébként és a egyik oldalon, a másik oldalon is. Végig. Tehát legalábbis, mintha a 12-est akarnák itt meghosszabbítani. Nézd meg, 50 éves fákat kivágni. Jó, tehát ez az első sok. Egyébként. A dolog egyébként építkezés az ezzel jár. Illetve hát azt azért lehet remélni, hogy a természet az itt vissza fogja venni, ami az övé. Úgyhogy most kiírtják, néhány évbe fog beletelni ez a dolog, és remélhetőleg itt vissza fog nőni minden. De pont az lett volna a lényeg itt, hogy a kerékpárút egy olyan árnyat adó vonalon megy. Hát erre most az árnyékra legalábbis kell várni egy pár évet. Itt nem tudom, hogy mit óhajtanak ezzel, gondolom, majd jön valami rönkhúzógép, aztán itt szépen kihúzogatja a rönköket. De ez itt nagyon nem kóser. Már hogyha fogalmazhatok így. Hát biztos jobban tudják egyébként. Na jó, hát menjünk tovább, aztán reméljük, hogy ott a lenti részen más dolgokat látunk majd. Hát most, hogy kivágták egyébként a fákat, látszik az is, ami nekem nagyon negatív, hogy ilyen helyi szemétlerakó kisiparosok is itt ugye dolgoznak. Hát ez nem az a vadregényes, szuper jó dolog, ami volt, és amire én számítottam, hanem... hagyjuk. Nem mondok véleményt, tételezzük azt fel, hogy csak így lehetett megoldani, jó? Tehát maradjunk ennyiben, hogy feltételezem, hogy nem volt más megoldás, tehát tényleg ilyen szélességben és ilyen pusztítással lehetett csak ezt a dolgot megvalósítani. Úgyhogy örüljünk annak inkább, hogy itt lesz kerékpárút. Jó, ennyi. Viszont amit ugye többször elmondtam, de nem tudok rajta, elnézést, nem tudok rajta napirendre térni. Nézzétek meg, 100 éves fát ki kell vágni, az úttól konkrétan lemérem. Itt fog menni a bicikliút egy sáv. 1, 2, 3, 4. Az úttól 5 méterre ki kellett vágni egy 100 éves, semmi baja nem volt. Tökéletes állapotban lévő fát. Ezt nem tudom elfogadni, elnézést kérek. Amit meg én még meg szeretnék mutatni nektek,
az ez az oldala a dolognak. Ugye ezt mondtam én már többször az önkormányzatnak, onnan lentről is csináltam videókat, hogy itt kialakult egy illegális szemétlerakó, és a kerékpáros, aki megérkezik az országba, és megérkezik szobra, szob legelején, azt fogja látni, és itt fog elmenni mellette, hogyha ezzel nem csinálunk valamit. Ezzel a dologgal. És hogyha ide be lehet majd járni autóval, mégpedig aszfalton, akkor még inkább meg fog ez a dolog szaporodni. Ideig, és itt van porszívó, fotel, mindenféle dolgok. Mondom, egy 80 köbméter szerintem nagyjából itt. De ezt majd el kell innen tüntetni. Na jó van. Csinálok itt egy snittet, hogy nehogy elveszten az egész videó. Na és ahogy jövünk tovább, ugye ezt már több videómban bemutattam, itt elkezd ereszkedni az út, mégpedig azért kezd ereszkedni az út, mert be kell, hogy menjen a híd alá. Ugye az Sávoly híd. Ez a szob határában lévő vasúti híd, ami ugye átmegy az Ipolyon és átvezeti a vonatot az ország határon. Hát ez van itt. Ide érkezünk meg. És ezt láttam én meg délután, kora délután a hajóból, mert ugye itt kajakoztunk, előző videómban láthatjátok majd. Itt kajakoztunk a barátommal az Ipolyon, és hát onnan az Ipolyról lehetett már látni, hogy mi a helyzet. Tehát így. Ugye én azt gondoltam, hogy majd ott lent lejjebb fog menni, de nem. Nem lejjebb megy, hanem majd itt fönt fog menni, mindjárt mutatom. Csak közben itt. Én mondtam, hogy itt a híd alatt át kell vezetni. Itt majd ezeket a vízelvezetéseket meg kell szintén oldani. Ezt gondolom meg fogják oldani. Itt is taroltak mindent, úgyhogy gyönyörű. És akkor itt fog tovább menni a dolog. Ide kapcsolódik az, hogy a régi útvonal ugye úgy volt, hogy az ember átjött a híd alatt, itt fölcsavarta a hídra, és a híd mellett hegesztett úton tudott átmenni az Ipolyon, és egy ilyen 2 kilométer földút, ilyen makadámos úton jutott el Ipoly Damást szemközti szomszédjáig, Helembáig a szlovákiai oldalon. Ugye ezt fogja most kiváltani az az út, ami nem kell fölmenni majd a hídra, hanem erre kell tovább jönni. Ezt nézzük meg, hogy merre megyünk most tovább. Ugye én azt gondoltam, hogy majd ott lent fog menni az Ipoly parton, de nem. Ez pedig azért jó, mert ugye árvíz idején itt ez kevésbé fogja elnyomni a víz. Ez mindenképpen pozitív. Jött a távolban, hogyha elnéztek, még némi autót lehet látni, hogy ott mennek az autók. Ugye az már a 12-es főút. Ami megy tovább, ugye szobot elhagyva, Ipoly Damást és egészen ki a határig, Belence baráti, tehát Ipolyságnál megy át a határon. Hát itt ilyen régi, ilyen műremekek vannak, ipari műremekek, ilyen beton műremekek, meg némi sín, még itt fölhalmozva, ezeket gondolom majd elszállítják innen. Ugye itt, hát itt most annyi történt, hogy tarolás van, tehát ez a format C, kettős pont számítástechnikai nyelven mondva. Itt jöttünk lenn az Ipolyon előbb a kajakkal, és onnan láttam meg ezt a túrást végül is, és azért gondoltam, hogy eljövök és megmutatom nektek. Meg is örökítem az utókornak. Szóval az a lényeg, kedves barátaim, hogy erre fölnézünk. Nagyon úgy néz ki,
ugye a kerékpárútnak az építkezésével elindultak ebbe az irányba is. Ha jobbra eltekeritek a képet, akkor azt lehet látni, hogy gyanúsan egyenes ott a partoldal, ami nem ilyen volt, ugye fákkal volt nagyon megszorva. Úgyhogy délután majd megmutatom magáról az útról is ezt a dolgot, most így egy kis előzetes itt az elején, hogy hát én azt hittem, hogy lejjebb lesz ez az út, de nem, akkor ott fönt fog menni, szuper jó, mert legalább az biztos nem fogja elvinni az árvíz. Úgyhogy majd akkor délután a kutyával arra elbottyogunk és megnézzük fentről is. Ja, azt még nem mondtam ugye, hogy ez is 360-as videó, tehát körbe lehet forgatni. Ha eddig nem jöttetek rá, akkor csináljátok, forgassátok körbe. Ugye beérkezünk ide, én nem is megyek tovább egyébként, mert idáig van látszatja az érdemi munkának. És ez itt ugye a kisvasútnak a telephelyének a hátulja, én nem akarok bemenni, nem tudom, hol kezdődik a magánterület. Semmiképpen nem szeretnék magánterületre bemenni engedély nélkül, de ott a fehér ház mellett, ha elnéztek, az a sárga valami, az az egyik gép, amelyik itt dolgozik. Tehát gondolom itt a ház mellett fogják valahogy majd elvinni, mert nem hiszem, hogy beviszik ide a dologba. És ott már, hogyha ott, ahol a gép van, onnan még körülbelül ilyen 15-20 méter, és ott vagyunk annál a résznél, amit már korábbi videóimban mutattam nektek, tehát ahonnan meg ugye az Ipoly réten keresztül megy tovább a kerékpárút. Úgyhogy ennyi. Hát némi öröm az örömben, vagy némi üröm az örömben, hogy hát rombolással jár sajnos, tehát nagyon sok fa esik áldozatul ennek a dolognak, amit nem tetszik nekem, személy szerint. De az is igaz, hogy hát a helyet azt meg kell csinálni az útnak, úgyhogy nincs mit tenni. Én köszönöm szépen a figyelmeteket, majd most már akkor ezek szerint megéri kijönni. Épp itt előbb összefutottam három sráccal, és mondják, hogy ott az Ipoly réten, ami van kerékpárút, ugye az víz alatt van, ezt én is mutattam nektek többször. Úgyhogy gyanítom, hogy az lehet itt most a lényeg, hogy ott nem tudnak dolgozni, akkor elkezdték ezt a részt csinálni, ahol meg tudnak, mert ez ugye magasabban fekszik. És ez nagyon jó, tehát ez látszik, hogy akarat van mögötte, meg akarják csinálni, aminek mi nagyon örülünk, mert akkor ez ugye el fog készülni. Szuper jó út lesz ez itt. Reméljük, hogy az autósokat sikerül innenki kizárni, mert annak semmi értelme nem lesz, hogyha autóval erre rá fognak jönni az emberek, és itt ugye nem lehet majd biciklizni, mert autókat kell kerülgetni. Tehát reméljük, hogy erre is gondoltak a tervezők, és majd tesznek be mindenféle ilyen kapukat, amin autóval nem lehet átmenni. Jó, mert itt nem autóút épül, hanem bicikliút épül, pont. Period. Hát az Ipoly az meg szép. Tehát aki erre fog kerekezni, az ezt fogja látni belőle. Gyönyörű szép. Ne menj le, banya! Ne menj le, gyere föl! Jó, köszönöm szépen a figyelmeteket, vigyázzatok magatokra, a nap lemegy. Én is elmegyek haza, mert már ma szétfagytam egyszer a hajóban, most szétfagytunk egyszer itt sétálás közben is, úgyhogy már a fagyásból elég volt. Most még megvágom ezt a videót, aztán teszem fel a YouTube-ra, hogy lássátok. Sziasztok! Jönnek majd a többi videók is, szépen sorban. Csá!